A túsz zavarba ejtő halála Azzal egy időben, hogy nem durván, inkább gyengéden a szobába lögték, a szeméről is leoldották az ecetszagú kendőt. Nemrég vég valakinek az arcát vagy homlokát borogathatták vele. A szoba, amelyben szemét dörgölődve szétnézett, olyan kopár volt, mint amilyen a legtöbb hasonló leírásban szerepel. Márga színű falak előterében néhány feketére érett magas támlájú szék, egy rozoga asztalka, amilyenen utcai tisztítószer árusok szokták kirakni portékájukat. A falon vastag korompászta jelezte az egykori füstsőhelyét a kémény nyílása vörös agyaggal betapasztva, mint egy varasodó seb. A magas, tégla alakú ablakok kék-piros plét függönyözte, de az erőszakos nappali fény aranypirosan kitűzdelte a takaró széleit. Anélkül, hogy elrablói közül bárkit is láthatott volna, bezárult mögötte a hosszúkás ajtó. Nyitott tenyérrel végig tapogatta a falat. Enyhén, göcsörtös, tömör, vaskos és langymeleg, mint egy felfűtött emberi test. A fogoly szíve átvette a testmeleg fal hőmérsékletét, s már nem az építészmörnök tárgyilagosan rendszerető szaktudásával, de az egykori gyermek érzelmi túltelítettségével vette tudomásul, ez bizony vályok fal barna és keskeny kezek tapasztották valamikor. S bár alig egy órája, hogy leütötték és elcipelték ide, a fal rokonian azonosítható állapotából érthetetlen bizalmat merített. Az volt az érzése, itt nem kell félnie. Az ablakra szögezett szélein lassan megbarnult a fény, bár még e barnaságon is átízott a vérpiros ragyogás, mint egy a dolgok sugárzó lényegeként. Odakint alkonyodik, a hódfarkú tetőcserepeken violás fény olvad, s a fehéren tapasztott füstfogós kémények áttetsző füstöt írnak a palakék égre. Az árnyak nem feketék, de telítettem barnák, és úgy kísérik az embert, mint egy jó barát. Alkonyodik, ez most már biztos, tehát már órák múltak el, amióta kilépett a házból, ahol lakott, s készült beülni Rönójába. Egész koponyája sajgott az ütéstől, de jobban zavarta a fizikai fájdalomnál erősebb bizonytalanság. Ennek összetételében még szégyenkezés is volt, Hogy került ő ilyen drámai helyzetbe? Eddigi életében közepes rokon szemveket És alig mérhető haragot észlelt maga körül. Nyílt az ajtó, száraz nyikorgással. Hosszú lóarcú fiatalember lépett be, Létraszár lábain, tapadó, cegnadrággal. Egy rózsamotívumokkal díszített, mély öblű tányérban hanlevest hozott. Nézte a foglyot olyan kíváncsisággal, ahogy a gyerekek szokták a kitalált ellenséget, s bár a mérnök megszólította, nem válaszolt, majd némán hátrált kifelé. A fogoly kezdte mindezt kívülről figyelni. A gúny, és öngúny helyzetéből. Leült az egyik magas támlájú székre, kanalazni kezdte az élesen savanykás hallevest. Valójában évek óta vágyott ilyen ragacsos, torokkaparó hallevesre, amelyet nem szűrnek, derítenek, finomítanak. Gyerekkori ebédje vacsorája. Nézte a falat, a koromcsík mélyen szikrázó feketességét, a koromsejtek belső vörös ízását. És amikor kezefejével megtörölte kigyúlt száját, az volt az érzése, nincs ok a félelemre. A tapasztott falak csöndes lélegzéssel árasztották magukból a tartalékolt forróságot. Nyillott újra az ajtó, s ketten léptek be. Egy alacsony öregember, és egy nála alig fiatalabb, őszförös, nagybajuszú. Fegyvertelenek voltak, és ünnepélyesek. Az ajtó résében látni lehetett egy géppisztoly csövét. A nagybajuszú intett, az ajtó száraz nyikorgással bezárult. Szimpadias csend következett. A fogoly nyájas udvariasággal a székekre mutatott, hogy üljenek le. Ők azonban nem akarták észrevenni udvariasságát, és álva maradtak. A vékony ajtólemez mögött, jelezve önmagát, a géppisztolyos néha torkát köszörülte. Szimpadias, gondolta újból a fogoly, és magában elmosolyodott. Az idősebbik szólalt meg először. Tudja, hogy miért van itt? Társa fölnevetett a nevetés végigfutott hangjának mély regiszterén, és erre mindketten, mint egy vezényszóra leültek. Az öregebbik rágyújtott egy szivarra, mint a mesterember nagyobb munka előtt. A fogó is elnevette magát, ő is leült. Az öregember megnedvesítette rilás szája szélét. Remélem, a közben nem sebesült meg, kérdezte szinte családiasan. A leves íz lett, szólt közbe gyorsan a másik, mint aki szeretné elkerülni a választ. A gyomra bírja? érdeklődött kicsit előrehajolva az öreg ember. Hm, eléggé. Szóval nem csak a kaviár meg a nyúlpást étom. Az a fiatal ember lépett be, aki az ételt hozta. A nagy bajuszú füléhez hajolt, sugott valamit, de olyan beleérzéssel, hogy a fogolynak újra csak ez jutott az eszébe. Gyerekek szoktak így. A bajuszos váratlanul felállt, az öregember kis késéssel követte, s egyetlen szó nélkül kimentek. Az ajtó hasadékában ismét látható volt a géppisztoly csövének fekete karikája. A szobában itt maradt a csend, a levegőben a fűszeres szivarillat, és itt maradtak a formájukat őrző füstkarikák is. Az ablakra szögezett plét szélein összeolvadt az éjszaka a vastag anyaggal. Szétterjedt a puha sötét, amilyen csak fél méteres, tapasztott falak között lehetséges. Megint nyílt az ajtó, s valaki egy tányérra ragasztott gyertyát hozott. Egyik kezében gyertya, a másikban géppisztoly. Utána azonnal más valaki is bejött, gyorsan leült a gyertya mögé. A géppisztolyos könnyed lágy léptekkel, szinte lábújhegyen kiment. A csontsárga fény kiemelte a sötétből a látogató hosszúkás sovány arcát. A csontos grékói arcban csak a szemízott mély barna tömörséggel. Tudja, hogy kinek a fogságában van? Nem. Mint ahogy teljesen valószínűtlen az is, hogy fogságban vagyok. A bajtársak nem mondtak semmit? Azon kívül, hogy fejbevertek, semmit. A fogoly szája, vagy inkább száj környéke nevetésre rándult, de képtelen volt nevetni. Ha megengedi, én azért vagyok itt, hogy megmagyarázzam a helyzetét és feladatát. Hadd kezdjem az utóbbival. A mérnök arra gondolt, ebben az emberben az a rokon szenves, hogy igyekszik keresni az egyszerű szavakat, mint hogy ellentpontozva a helyzet romantikus képtelenségét. Ön a felszabadítási mozgalom egyik radikális csoportjának a fogja. Nem kell hangsúlyoznom, ugye, hogy ön nekünk rendkívül fontos ember. Az alkumérlegében sokat nyom a személye. De ez természetes is. Nem véletlenül választottuk önt. Nincs szükség rá, hogy saját fontosságáról meggyőzzem, úgy gondolom. Nem akarom sértegetni, de ezt a fontosságot semmilyen kapcsolatban nem hozzuk a legcsekélyebb megbecsüléssel sem. Szerintem, ha ember életről van szó, és itt nem az ön életére gondolok, minden álhumanizmust, áletikát etikát félre kell tenni. Az erkölcs ugyanis az önök világában arra való, hogy önöket ne kötelezze semmire, de bennünket lefegyverezzen. Bennünket, akiket önök éjszaka rángatnak ki az ágyból, hurcolnak távoli táborokba, és akiket kopár akasztófák alá visznek. Itt fölhangolódtak a szavai, s mintha egy egész tömegnek beszélne, a személyességből átcsapott a szónokiasba. Korrupt íróik, filozófusaik, sajtóembereik az emberség nevében szeretnének zsarolni minket. És ez neki olykor sikerül is. Az ajtóhoz lépett, kiszólt. Hozzatok be még gyertyát, és miután ez megtörtént, a levelet, amit önnek alá kell írnia, megfogalmaztuk, legépeltük. Még olyan válaszút elé sem állítjuk, hogy hős lehet-e vagy gyáva. A fogoly átvette a gépelt papírlapot. Csak olvass el nyugodtan, hogy lássa, mit ír alá. És ezzel szinte egyidejűleg nyújtotta tollát, de a fogoly átfutva a gépelt sorokat nem vette át. Arcán araszról araszra szétáradó derű. Ez tévedés. Mondta birtokon belül mosolyogva: Én nem vagyok senkinek a titkára, soha nem is voltam. Azt az urat, akit itt említenek, s akinek a titkára volnék, nem ismerem. A szemben ülő arcán élesen kiugrott egy izom. Erre az ócskak és játékra semmi szükség. Kár az időt pazarolni. Nagyon pontosan ismerjük önt. Fölösleges a taktikázás. Írja alá ezt a nagyon szerény fogalmazványt. Ennek ellenében harminc bajtársunkat szabadon bocsájtják, önt pedig bántatlanul visszaszolgáltatjuk a főnökének, a feleségének és két iker gyermekének. Nincsenek gyermekeim, sem ikrek, sem nem ikrek. Fél éve sincs, hogy megnősültem. A feleségére gondolt okos madár arcára, fürge mozdulataira. Elnémult. Vacsorázott már? kérdezte váratlanul a másik. Nem tudom, vacsora volt-e vagy ebéd, Hall levest ettem. És ég a gyomra tőle. Szó sincs róla. Gyerekkorom levese. Ne essünk túlzásba, jó? Mindent tudunk a gyerekkoráról, maga és az a hall leves, amit magára költöttek a szülei, abból néhány nagy létszámú család vígan megélhetett volna. Mondom, hogy összetéveszt valakivel. Írja alá a nyilatkozatot. A hangja idegesen sűrgető lett, mert el kell juttatnunk a főnökének, minél előbb, ez a maga érdeke is, és lehet, hogy holnap már elbúcsúzunk nézzék meg az irataimat. Ez a név itt nem én vagyok. Iratuk van minden alkalomra, ilyen névre is, olyanra is elhiszem. Csak a saját nevemben írhatok alá valamit. Nem érti, hogy ez ostobaság húzni az időt, mi a fenének? Nyílt az ajtó, a géppisztolyos jött be, és a másik ember füléhez hajolt. A heves suttogás megint csak mosolyt fakasztott volna, de a fogolyban megdermet valami. A felesége keskeny arcát látta, és ez az arc lassan elúszott tőle. A gyertya leégett, a szobát vastagon betöltötte az olvat hánytatóan édes illata. Az ablakra feszített pléd olyan volt most, mint egy nagy melkas, amely mögött sajátos időbeosztással szív és tüdő, nappal és éjszaka dolgozik. Hosszú csend után az ismert öregember jött be. Mindjárt itt lesz a főnök, mondta, és letette egy újabb gyertyát. Belebeszéltem az előbb. Az öregember zavartan tétovázott, mintha azon tűnődött volna, hogyan tehetné jóvá fecsegését. Hány óra van? Tíz perc múlva éjfél. Ezt is úgy közölte, mint egy titkot. Szóval a főnök. Mondtam én, hogy főnök, honnan veszi? A férfi sokáig váratott magára, de amikor jött, volt az érkezésében valami operai. Gyertyák kísérték csak a zene hiányzott. Üljön le! Agyon cigarettázott, fáradt hangon beszélt. Igazat mondott. Nem azonos azzal, akit mi el akartunk fogni. Leült, rágyújtott. Ön valóban nem a miniszter titkára. Rágyújt? A fogói intett, hogy nem dohányzik. Az egész olyan, mint egy tragikus bohózat. Az a bizonyos úr, akit mi elvétettünk, a szeretőjéhez jár abba a házba, ahol viszont ön is lakik. Egy forradalmi akció defektje. A fogoly nevetni akart, mint egy viccen, de az izmai és zsigerei görcsösen összezárultak. Az esti lapok kihozták az ön nevét, mármint azt, hogy ön kicsoda, és hogy melyik építővállalat tervező osztályát vezeti. Mellé fogtunk, sajnálom. Bocsásson meg, de rosszul vagyok. Könnyítsen magán, oda a sarokba, fogjam a fejét. A tárgyilagos hangra elmúlt a hányinger. Igazat mondott, és meg kell hagyni, ön valóban kitűnő szakember bár a tudását hasznosíthatná jobban is. A mérnök felkapta a fejét, nem is annyira kíváncsian, mint indulattal fogadta a sértést. Jó, jó, az ön főműve egy teraszosan kiképzett csoda negyed. Nagyszerű elgondolás, nem mondom. Minden homlokzat délnek fordul, és a teraszosság lehetővé teszi, hogy egyik ház ne épüljön a másik elé. De hát kicsodáké mindez, a vastagoké, háttal a nyomor negyedeknek. Fényképezik, filmezik és mutogatják, csak éppen arról szeretnének megfeledkezni, hogy a csoda túl olyan odukban laknak az emberek, mint a patkányok. Jó, nem önt vádolom. Bár el tudnék képzelni valakit, olyan tehetségű embert, mint maga, akiben a szakmai megszállottság és a szociális lelkiismeret nem válik kétfelé. És ez talán nem is utópia. A fogói összeharapta a száját, nem akart válaszolni. Ha önök most tévedtek, én csak azt kérdezem, miért nem engednek szabadon? Jogos, Aláírja a levelet, és a dolog elrendeződött. De én nem vagyok az. A saját nevében kell aláírnia. Mivel az ön neve került forgalomba, ön lesz a túsz. Azt kell erre mondaniuk, és ez még imponáló is lenne. Tévedtünk, kérem, tisztelettel. Egy másik fejről van szó. Bár igaza van, Nincs abban a helyzetben, hogy humorizáljon. A mi mozgalmunk a többségi erőszakot képviseli a kisebbségi, de uralkodó erőszakkal szemben. És nekünk is vigyáznunk kell a presztízsre. A presztízs, mint politikai elv? Ahogy mondja. Rövidítsük meg a vitát! Lejjebb vittük a követelést. Harminc helyett tíz. Tíz embert kérünk önért. Az árfolyamom alacsonyabb, mint a titkár úré. Lehet, hogy ez sértés, de így igaz. A dolog nagyon egyszerű. Aláírja ezt a levelet, és nincs probléma. A fogói szájpadlásán keserű ízek tapadtak. Torkig volt a regényességgel, a párbeszéd emelkedett fordulataival. Ha nem érzi a fenyegető pillanatot, talán még föl is nevetett volna, de a dühé legalábbis erre bíztatta. Aláírom, mondta végül, de nem gyávaságból. Ez az egyetlen megoldás. Talán magam sem bánom, hogy tíz ember kiszabadul. Ez nem érdekli? Ebben a pillanatban egyáltalán nem. Arcizma megrándult. Eltorzult az egész arca. Valami baj, ez a rohat fogam, az úgynevezett bölcsesség fogam, Minden éjjel elkezd fájni, pontosan menetrend szerint. Az állkapocsban egy behépített ellenség. Miért nem húzatja ki? A főnök felállt, hosszú volt, hajlott és sovány. Győlölöm a fogorvosokat. Engem már megkínoztak mindenféle sitten, de az igazi ellenségeim a fogorvosok, ment az ajtó felé. Majd küldök magának egy kempingágyat, addig is, hogy pihenjen. A főnök nem csak kempingágyat küldött, hanem fonott kalitkában egy madarat is. Hogy társa is legyen, nevetett az őr. A madár, amelyet alvásból vertek föl, borzolt félelemmel nézett az emberre. Vértse! mondta a fogó, és örült, hogy felismerte bár nem volt járatos a madarak között. Te vagy az a bizonyos mondta humoros szándékkal a madárnak, amely visszahúzódott borzolt tollaiba, de olyan alaposan, hogy csak kerámia fényű karmai voltak láthatók. Amikor a hajnal kigyújtotta a takaró rongyolt széleit, Két ember ragadta ki az alvásból, amely úgysem volt alvás, csak zsibbat félálom. Az ecetszagú kendőt újra az arcára kötötték, és vitték, cipelték lépcsőkön lefelé. Virágillatú meleget érzett, ez a kora reggeli utca szaga föllódították egy teherautóra. Pillanatok alatt önvédelemből megtanult látni a kendő mögött. Feleségére gondolt, aki most ébred a testétől jószagú, jó meleg ágyban. Látta a fiatal nő világítóan szép testét, s a bőrét megfeszítő bordák vonalát. Hogyan ébredsz te egyedül, Hová futottál miattam? Milyen a szemettükre nélkülem? Tudsz gyűlölni? Szeretsz átkozódni? Milyen közel vannak hozzád elődeid? Milyen gyönyörűen közel? Amikor kiléptem a kapun, még az ütés zuhanó pillanatában is arra gondoltam, amit a rabszolgasszony gyönyörű szégyenével mondtál, hogy gyereked lesz. Mit mondott az orvos? Lesz, igazán lesz. Savanyú test meleg a ponyva alatt, Testmeleg és cipószag, és némaság. A szó volt valami egynemű közöttük, A védekezőké, a menekülőké. Mi történt a madárral? Ott maradt a szobában, és kieteti a rendőrség. Mikor leszették róla az ecetszagú kendőt, látta, hogy mély öblű pincébe került, vastagon rozsdásodó ócska szerszámgépek közé. Sokáig ülhetett így, mert testét rétegről rétegre átjárta a pince gombaillatú hidege. Elterjedt benne a fázás, és amikor teljesen összegeződött, olyan volt, mint egy üvöltés. Belépett újra a lóarcu fiatalember. Egyik kezében géppisztoly, a másikban kenyér és kolbász. Mint egy legújabbkori, kori új testamentum, új navív szentje, Mint a testet öltött remény. Letette az élelmet, s a fegyvert is letette. Máma nincs melegétel! Meghibásodott a villanyrezsó! mondta a fogoly. Köszönöm ezt is, megjött a válasz, kérdezte, bár tudta, ez az ember erre nem válaszolhat. A több szólamuságban némasága neve. Órák múltak el megint, és éjszaka, tetőkön át, asztalszínű színű, csillagtalan eget látott. Máshová vezették, s most még csak kendőt se kötöttek a szemére. Az új helyen azonnal bejött a főnök. Fanyar volt, rossz kedvű. Nincs jó hírem, hallgatnak. Én ezt előre megmondhattam volna. Semmit sem mondhatott meg előre. A főnök arcában élesen megrándult egy izom. Abban a szűzies burokban, amelyben maga él, mit is érthet az egészből? Most találkozott először azzal a világgal, ami a maga álomvárosa mögött létezik, mégpedig vastagon. Rosszul ítél meg engem. Ennek az az oka, hogy két különböző helyzetből beszélgetünk egymással. Lehet, hogy önök mindent tudnak arról az emberről, akit ide akartak cipelni, de rólam alig tudnak valamit. Fáradt volt és tehetetlen, és a bőre viszketett a borot válatlanságtól. Állok elébe minden vitának, meghallgatok minden véleményt, de gyűlölöm azt az elvi magaslatot, ahol egy géppisztolya vita partner. A főnököt meglepte az ellenállás, de tudta, csak egyetlen válasza lehet, A teljes visszautasítás. Azok a tények, amelyek arra kényszerítették, hogy önt idehozzuk, önt vagy valakit, mindegy, nem indokolnak vitát vagy éppen meggyőzést. Nem akarjuk a mi oldalunkra állítani, vagy ha igen, az kifejezetten annak a dialógusnak lesz a dolga, amit saját magával folytat, a jövőben, félreértés ne essék. Mi a magunk részéről, most már őre gondolva, újabb háromnapos határidőt adtunk. A határidő ilyen vagy olyan vonatkozásban, de kötelez minket. Nem tűrhetjük, hogy felhiguljanak a szavaink. A fogoly nem válaszolt. Értette a fenyegetést. A másik, mintha szeretné elkerülni a párbeszédet, erőszakosan folytatta. Az ellátása, belátom, nem valami osztályon felüli, ezt tudjuk adni. A mi embereinknek még ennyi se jut. A mondat hátterébe nézett. A mi embereink ismételte önmagába, és ettől visszanyerte elszántságát, keménységét. A mi embereink megszokták a szenvedést. Arcán egy másik ötlet világítása. Ha lélektaninak ez valami reményt nyújt, megmondhatom, a rendőrség és katonaság napról napra, óráról órára átfésüli a várost. Egyik kerületet a másik után, egyik házat a másik után, nem magát keresi, minket. Arcán kiugrott az izom, s felsziszent fájdalmától. Megint a foga, kérdezte a fogoly, valami furcsa örömmel a másik ember kicsinyes killódása az ő szorongásán könnyített. A nyomorul dög. Mind önkrement még gyerekkoromban. Ha uralomra jutunk, ha miénk lesz a hatalom, szemében gyerekes nyíltság fény lett. Egyik első kötelességünk lesz, hogy rendbe hozzuk az emberek fogait. Nincs fájdalom csillapítója? Nem érti ezt maga, én most a jövőről beszélek. A fájdalom újból beletépett az álkapcsába. Kettőt-hármat dobok be egyszerre, mondta szomorúan, és semmi. Megszokta ez a rohadt szervezetem, de a fájdalmat képtelen vagyok megszokni, sajnos. A fogói haja világos barna, puha szálú, erős megvilágításban majdnem szőke. De a kiütköző szakálla vörös. Harmad fél nap alatt tömpe vörös részszögek verték ki az állát. A rézműves idő. Amikor ételt hoztak, mindig megkérdezte, mi várható, van-e válasz. Az emberek keresztül néztek szavain, mint a felszakadó cigarettafüstön. füstön. Az egybemosott idő mérhetetlen és megfejthetetlen, Csak súlya van, nincsenek körvonalai. Ha nem volna felesége, Ha nem látná izgatott pupillájában a rémületet, Fölényesen nézni az egészet, mint egy moziban. Egy éjszaka megint fölráncigálták, Megint bekötötték a szemét, és elvitték magukkal. A sietség mindig fokozódott, mindig jobban érezte a menekülés gyors, ziháló lélegzetét. Az átszállítás körülményei is rosszabbodtak. Az új hely, ahová került, jól berendezett lakás nappali szobája. Kárpitozott bútorok, faragott falikarok, s mint egy bizarr jelkép, hófehér telefonkészülék. A főnök arcán nem csak a fogfájás sötét gyötrődései hagytak nyomot. Szavaiba kevesebb meggondolás és több dű. Ezek a pribékek fokozzák az üldözést. Bedobtak egy különleges zászlóaljat is, csupa válogatott fiatalembert. Gondolhatja, nem szemrehányásként mondom, nem magáért csinálják, ellenünk. Maga aláírta a levelet, megtette a magáét, és kész. Nem érek én ezeknek egy büdös vasat sem. A fiatalember nevetett, de teste viszketni kezdett a rossz érzéstől, mint aki a saját sorsáról cseveg humorosan. Csodálom, hogy ennyi embert, anyagot, munkaórát pazarolnak. Ez nem olyan vicces. A jogos erőszakra ők úgy válaszolnak, hogy zsarolni akarnak minket. A raziák erre vallanak. Nagyon jól tudják. Sohasem fogják önt megtalálni. Mi a teljes sűrűjében élünk. Emberek sűrűjében, na! Ez eleven, sejtrendszer. Összezárul az óruk előtt. A dzsungel nem a városon túl kezdődik. Ezt ők is tudják. A főnök papírsápat arca, ha otthon is, de mégis kiszínesedett, még a fogfájása is elmúlt. Napok vagy hetek óta most jól érezte magát. Annyira, hogy magához húzott egy karusszéket és leült. Ez a helyzet. És ha én most szájba vágnám magát, én vagyok az erősebb. Az ajtó mögül figyelnek minket. Ízlésem ellen való, de ezt a biztonság megköveteli. Egyébként ön egyáltalában nem akar rám támadni. Önnek a szája jár, mert az önérzete megköveteli. Magának, uram, az önbíráskodás idegen. Egyrészt azért, mert polgári humanista, tehát bízik bennünk. Másrészt, mert a saját rendszerében is bízik, tehát abban, hogy kiváltják. Mi is ebben bízunk. Nem valami humanizmusban, nem kell mondanom, egyszerűen egy praktikus meggondolásban. Unatkozik? A fogoly ezzel a kérdéssel akarta viszonozni a sértegetést. Mire gondol? Hát, hogy így beszélget velem. A főnök előre hajolt, arcának bal oldalán kiugrott a már ismert izom. Bevalhatom, van bennem szorongás. A dzsungel ellenére? Ahogy mondja. És én miben segíthetnék? Ha gúnyolódik, ha nem, szeretném, ha megértene. Talán csak nem a szimpátiámat kéri, csak a megértését. Az előbbi nélkül ez is lehetetlen. Szeretném megmagyarázni, hogy is mondjam, az álláspontunkat. Nem kötelezhet rá, hogy meghallgassam szeretném, ha ennek ellenére mégis ide figyelne. Nem értem a logikáját. Két erőszak áll egymással szemben, az önöki és a kormányé. Én itt egy harmadik vagyok, nincs beleszólásom. Van. Milyen alapon? A meggyőződés alapján. Az ilyen erőszakot, amely nekem öncélú, embertelen, én nem tudnám elfogadni. Ezzel én nem tudok azonosulni. Még a saját skalpom érdekében sem. Most maga akar engem meggyőzni. Az én véleményem egy privát emberé. Nincs hatalmam. Azt hiszem, két ellentétes, de mégis azonos előjelű erőszak állít egymással szemben. És én csak a saját kis vacak életemet képviselem. Ürügy vagyok arra, hogy Önök megfogalmazzák saját eszközeik jogosságát. Ez a szellemi készenlét meggyőző lehetne, de mégsem az. Undorító a semlegessége, a kivülállása. Az ilyen látszólag kivülálló, mint maga, a lehető legrosszabb. Az elvont humánum képviselője, az a terror, amit nem hajlandó észrevenni, éppen a saját csoportját védi. Saját csoportomat? Vagy a felkészültsége hiányos, vagy az őszintesége. Nem akarja bevallani, elhiszem, hogy ön az elnyomás haszonélvezője. Jól megfizetett értelmiségi, az értelmiséginek alig nevezhető uralkodó osztály szolgálatában. Nincs önnek hébe-hóba émejedése? korszerű urbanisztikáról beszél. Jó. De nem akarja tudomásul venni, hogy a maga álmaiban a szenvedő többséget kirekesztik. Kabátja belső zsebéből pálinkás üveget vett elő. Tessék, húzza meg, szüksége van rá. A fogói kezében megremegett a lapos üveg, gyorsan muhónivott. Szereti az italt? Akár csak ön? Én a fogam miatt. Persze, persze. Az önök erkölcse előírja az aszkétizmust. Kegyetlenség és abstinencia. Ostor meg önsanyargatás. Téved, kedves uram. Mi szeretjük az életet, sőt, az élet szépségeit, mit mondjak? A teljes emberi kultúrát. Mindazt, amit ön, mint kiváltságos, a reflexeivel is megszokott, és amihez, erélyes kört írt le a karja, mi nem tudunk hozzájutni. Az elmúlt két évben fél ezer emberünk halt meg az önök börtöneiben. Nekem mi közöm ehhez? Hány szobás lakása van? Négy. Kérem, ha egy módja van, nyisson be az ötödikbe. Az már börtöncella. Elismerem, nagyon szellemes, de én csak nevetni tudok ezen. Mert a nevető izmai gádlástalanok. Építész vagyok, tervező, miközöm a börtönökhöz. Sosem terveztem börtönöket, gyűlölöm az elnyomást. Lám, lám, a frázisokban is, de védekezik. Jó, elfogadom. Mit fölényeskedik? Leütöttek, jó, tévedés volt, ide cipeltek. Hurcolnak magukkal, eszköz vagyok. De arra aztán nem kényszeríthet senki, hogy önökkel vitatkozzam. Amikor velem szemben egyetlen érvük az erőszak. Téved. Az erőszak filozófiai alap nélkül közönséges bűncselekmény. Mi pedig nem bűnözők vagyunk. A hangos szóváltásra gyorsan kinyílt az ajtó. Menjen vissza, bajtás, menjen! Kiáltott rá a főnök hisztérikusan, s a fegyveres azonnal visszahúzódott. A külső csendet néhány géppisztoly sorozat lyukasztotta szét. Ajtócsapkodás, futó lábak, vízhangos lárma. Álljon fel! szólt rá a beszélgető társa, mint egy a külső zajokból merítve a tennivalót. Még a mozdulataival is sietett. Megint hurcolkodunk? Ne beszéljen annyit, készülődjön. Most már órákként, két óránként vitték egyik helyről a másikra. Az őt hurcoló emberekkel együtt a fogó is elhasználódott. Már-már ő is üldözöttnek érezte magát, és azonosult velük abban a reményben is, hogy végül sikerül kicsúszniuk a szorításból. Az ő arcbőrét is perzselte az üldözők közelsége. Az emberek már nem is az őrei voltak, sokkal inkább egymás őrzői. Szavaik elapadni látszottak. Fáradtságtól meggyötörten lögdösték a szükséges irányba. Későn esteledett. A gyöngyház ragyogású ég a maga csillámaival beépült a házak kékes-fehér vakolatába, az ablakok violázó síküvegébe. A részkilincsek, mint amikor tiszta oxigén éri a parazsat, váratlan tüzet löveltek, s a hótfarkú tetőcserepekben is, belülről, megfoghatatlanul lila tűz mocorgott. Már rájuk hajnalodott, a szüntelen ragyogásban szinte nem is volt éjszaka amikor elszivárgott körülöttük az üldözők lármája. Az a pinceterem, ahová falépcsők spirálisán jutottak le, nemrég még éjszakai mulató lehetett, Falba sülyeztett piros bársonypáholyokkal, táncparkettekkel és gurkocsikkal, amelyeken az italt gördítették az asztalokhoz. A teremben amelyben látszólag elszabadult a gazdátlanság romboló ereje, néhány reflektor még működött. Ezek a szörnyű fények, gondolta fogoly, mint a hegyes karók. Végül behúzódott az egyik páholyba, és ott elaludt azonnal. Valaki gyengéden ébreztette, inkább szóval, mint érintéssel. Igen, a főnök. Fájdalomtól meggyötört, sovány arca lassan közeledett. Eloltottam a reflektorokat, ezeket a vallató fényeket, mondta fáradtan. Leült a fogoly mellé, és eléjetett celofánba csomagolt sós mandulákat. Ebből egy mázsát találtunk. A fogoly bontogatta a celofán hüveit, enni kezdte a mandulát. Avas, mondta tiltakozó gyomorral. Elnevette magát. Ezek a nevetések csak úgy kilökődtek belőle, tőle függetlenül, tartalmi jelentés nélkül. Hogy viselkedik a foga? kérdezte, hogy jóvá tegye a nevetését. Már gondolkodni se tudok. De mozog a nyomorult, a nyelvemmel érzem, hogy mozog. Nem csinálhatnék én valamit vele. Még a nagyanyám tanított rá. A gyerekkori leflex. Nézze, erős a kezem. Megnézhetném? No, tárcsa ki a száját, melyik az? A főnök a megkínzott ember engedelmességével kifeszítette a száját, sötéten csillámlott benne a nedvesség. Zseblámpa kellene. Az egyik fegyveres lámpát hozott, és tartotta is. A fogói belenézett a kifeszített szájba. Meg kellene mosni a kezem. A sterilitás! nevetett újra. Az öltözők mellett volt a fürdőszoba, a falakat tengerkék csempék borították. A csapok nem működtek, de az egyik zuhanyozó rózsa gyengéd porzással szórta a vizet. Ha most ledobhatná magáról a ruhát, és aláállhatna egészen, nem csak a bőre születne újjá, de a reménye is. Mire visszament a terembe, újra világítottak a reflektorok. A szakállas fáradt arcok, mint az átonyok ebben a vízkönnyű lebegésben. A táncparket közepén egy karosszék, abban ült a főnök, kitátva a száját. A száj csillámosan sötét, az arc ráncaiban a félelem, a szemgolyó kimeredítve, mint a szülésre készülő asszonyoké. A fogoly körülnézett, ott álltak az emberek, mint egy a mutatvány feszültségében. Maga elé tartva a kezét, akár egy műszert, gondosan megvizsgálta valamennyi ujját, s a poront törvényének engedelmeskedve felmutatta őket az embereknek. Mutató és hüvelykujját óvatosan előre dugva elkezdte keresni a túlérzékeny szájban a fogat. Ha sikerül jól megfognia, nem tart sokáig. Körültapogatta a recézet fogzománcot, s a fájdalmas rándulásból tudta, hogy rátalált. Letolta a fogint, megragadta a fogat, és düvel kiemelte. A főnök arcán könnyek gördültek végig. Ez az? kérdezte inkább derővel, mint fölényesen. A főnök megszégyenülten bólintott, ez az. A műtét meg az azonosítás sikerrel járt. A főnök kezének bágyat mozdulatával kérte, oltsák el a reflektorokat. A fénytől szenvedette, vagy a könnyeitől? Az idő szerepéről már sokat olvasott a fogoly, Magában is tapasztalta a többféle idő párhuzamosságát, a belső meg a külső idő díszharmonikus egységét, a mérőeszközök pontos pontatlanságát, a teljes biztonságot és a teljes zavart. Ezekben a napokban már megadta magát. Feküdt az idő hátán, mint a vízben, és nézte az idő végtelenségét, mint az égboltozatot. Elfogytak úszó mozdulatai, lemondott minden kezdeményezésről, csak annyit akart, hogy nem erüljön az idő hullámai alá. Két oldal zajos rakpartok, kószáló fények, fölötte hidak sötét pántjai, madarak hófehér ékei, alig különválva, a tündöklő égtől. Állandó éjsége megszűnt, de több liter vizet ivott naponta, és mintha a fogvatartói ugyanúgy úsznának az idő hátán, szemük fénytükröző tehetetlenségével. Egy padlás elkerített zúgában, elkülönítve a többitől, már-már már boldognak érezte magát, mert szünet nélkül együtt lehetett szép madárarcú feleségével, akit ugyancsak szünet nélkül faggathatott. Valóban lesz a -e gyerekük. Ha megszerezzük a hatalmat, mondta valamikor a főnök, mikor is, tíz napja, tíz éve, elrendeljük a fogak kötelező gyógykezelését. Nincs szörnyűbb megalázás, mint a fogfájás. Ezt most többször is elmesélte a feleségének, aki rendkívül érzékeny és rendkívül jókedvű, de szavakban mindezt alig tudja kifejezni. Ez a padlás úgy látszik jó, biztonságos hely, itt az idők végéig nyugodtan el lehetnek, gondolta. Az idők végezetéig. Mindig adtak enni soha nem feledkeztek meg róla. Akkor az időt mégiscsak ellenőrzi az ember. Belépett a főnök, kávét hozott és édes süteményt. Magát erre a nagyanyja tanította? Szólt, a rokon szemnél erősebb hangsúlyjal. Akkor igaz a halleves is. Igaz. Fáradt? Az idegei? Nem, dehogy. Sajnos nem hoztam jó hírt. Magát egyáltalán nem akarják kiváltani. Végleg elutasították. Lejárt a határidő. Már tizenkét napja. A főnök arcán csodálkozás. Ezt nem tudta? Nem számolom a napokat. Persze. Már többször menni akar, de valami mindig visszaültette. Persze, Mondtam én. A fogoly tudta, hogy most nevet, és azt is tudta, hogy képtelen ezt a nevetést nyilvánosságra hozni. A rekeszizmok sorompói. Mondtam én, hogy nem érek én ezeknek semmit. Tudják ők, hogy kiért nem kell fizetni. Az egyik bajtársunk meglátogatta a feleségét. Jól van. Bejár a tervezőintézetben és egészséges. Köszönöm, ezt igazán köszönöm. Tudja, amióta megszabadult a fogától, más lett az arca, egészen új, mintha már találkoztunk volna. A főnök szeme alatt élesen kiugrott a már ismert izom. Remélem, most már elengednek a fenébe. Ezzel a mondattal visszatalált az időmenetéhez. Az orrában érezte a felesége hajának langyos jószagát, dolgozó szobája tiszta hűvösségét, s hallotta intézetének írógépeit. Azt hiszem, minden lejárt. Újabb embereinket fogtak el, sajnálom. Önt személy szerint nagyon. Felállt. Ezt a pillanatot bekeretezte a véglegesség. Nem lehet, hogy a képünk röhögjenek. Említettem, a mozgalom hiteléről van szó, szavaink érvényességéről. Sajnos nem tehetünk mást. Mondom, hogy ami az önszemélyét illeti, kell, hogy erőt mutassunk. Kezet akart nyújtani, de aztán meggondolta magát, és kiment. Az építészmérnök holtestét egy autóbusz megálló pavilonjában találták meg. Négy golyó érte, és azonnal beállt a halál. 1972